Szerencse nagy hagyománynak örvend a sport, köztük az asztali tenisz, amelynek életében először fordul elő, hogy a 2018-19-es idejének egy MB2-es és egy MB3-as, valamint egy megyei szintű csapattal vágnak neki. A három együttes indításával több tehetséges játékos is érkezett a városba, ami tovább erősíti a sportágat. Az őszi szezonban 9 összecsapáson álltak asztal mögé és ragadtak ütőt az SVSS sportolói, akik legjobb tudásuknak megfelelően játszották le párharcaikat. A kitűzött célunk az az volt, hogy az MB2-esek 1-3 valamelyik helyezését el tudják érni. Ez sikerült, hiszen a második helyen tudtuk várni a tavaszi szezonnak a kezdetét. Az MB3-nak szintén ez volt a cél, mi a harmadik tudtunk lenni, így megvalósult mindaz, amit elterveztünk. A megyeiben pedig a helytállás volt a megfogalmazott célkitűzés. Ez egy picikét alul maradt, de bízom benne, hogy a tavaszi szezonban ez is fölfele tud menni. Az MB2, MB3-ban úgy tűnik, hogy a célokat nagyon nehéz lesz tartani, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani, illetve sikeresen meg tudjuk végezni, tudjuk vinni. Rövid téli szünetet követően a tavaszi szezonnak újult erővel vágnak neki a sportemberek. A bajnokság következő fordulójában az MB2-es szerencsi csapat a Diósgyőrt, míg az MB3-asok Debrecennel mérkőztek meg a Hunyadi sportcsarnok termében. A magasabb osztályban szereplő szerencsiek soron következő ellenfele ezúttal a piros-fehérmezes DVTK második csapata volt. A hazaiak szoros mérkőzésen, de 10-8-ra maguk javára tudták fordítani a meccset. Most nem az egyéni teljesítmény döntött, hanem a csapategység, hiszen mind a négy játékos 2-2 győzelemmel járult hozzá a sikerhez, aminek elérésében szerepe volt a megnyert páros mérkőzéseknek is. Azt gondolom, hogy az első olyan csapatmérkőzés volt az MB2-esek számára, amikor a csapat egysége tudott diadalmaskodni. Senki nem tudott kitűnni egyéni teljesítményével, hanem a csapat egység az, amely meghatározta ezt a csapatnak a sikerét. És azt gondolom, hogy a két páros győzelem, ami a legelső párharcok egyike, azt mind a kettőt a magunk javunkra tudtuk fordítani, ez a végelszámolásban nagy-nagy előnyt jelentett, hiszen pont ezzel a két páros mérkőzésre tudtuk behúzni a meccset. Az MB3-asok játékosai ezúttal Debrecen gárdája ellen álltak asztal mögé, amelynek végén 12-6 arányban alul maradtak a szerencsiek. Lee Hongyang és Köllő András egyaránt 2-2, Köllő Ábel pedig 1 pontot szerzett. Az alacsonyabb osztályban szereplő asztali teniszezők összecsapásán a Lee Hongyang Köllő András kettős megnyerte páros mérkőzését is, azonban ez sem volt elegendő ahhoz, hogy megszerezzék a találkozó végén a bajnoki pontokat. Tudtuk, hogy nagyon nehéz ellenfél fog hozzánk jönni. Az őszi szezonban is nagyon minimális arányjal tudtunk győzni. Itt ők tudtak erősíteni, és ez meg is látszott az eredményen. Ugyanakkor ki kell emelni azt, hogy Köllő Ábel úgy tűnik, hogy egyre jobban megtalálja ezt a nyerő szériáját, amikor is bátran és a tudásához megfelelően tudja hozni a meccseit. Továbbra is az a célunk, hogy amit megfogalmaztunk az év elején, hogy az 1-3 helyezések valamelyiket el tudjuk érni, bízom benne, hogy ezt sikerül az év végén abszolválni. A megyei osztályban szereplő csapat a Miskolc VS-t fogadta volna, azonban a vendégek előrejelezték, hogy nem tudnak kiállni a meccsre, így a szerencsiek játék nélkül szerezték meg a bajnoki pontokat.